Hát. Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este kérdezd a rabit, az lesz a mai program, és üdvözlöm az első jelentkezőt is, és a második jelentkezőt is, és mindenki mást is. Először szeretném mondani, hogy amit nem a most a múlt vasárnap, hanem az előtti vasárnapon tartottam előadást arról, hogy lehet-e kikerülni a sort oltás esetében, azt megírtam azt, és fel is került a zsidókomra. Itt fel is, és itt teszem a linket is. Itt teszem fel a linket is, hogy érdemes elolvasni, mert ez egy érdekes téma. No, nézzük meg a kérdéseket. Hogy lehet egyedül otthon ünnepelni a Pesachot? A kérdés nagyon jó, csak nem értem a kérdést, mert tavaly volt az, amikor igazán otthon egyedül ünnepeltünk a szédet. Ugye tavaly még nem volt semmi információ a vírusról, és azt hittünk, hogy nagyon, nagyon veszélyes, és ezért mindenki otthon maradt. Idén is tudunk, hogy a koronavírus nagyon veszélyes, de idén már tudunk, hogy lehet azt idézőjelben kezelni. Például távolság, fertőtlenítés, maszk, nyitott ablak, nyitott ajtó, ami azt jelenti, idén már a kérdés aktuális, de már nem annyira, nem olyan erős, mint tavaly, mert idén már egy kicsit lehet kezelni. Ha valaki, ne ad Isten, már átesett rajta, akkor neki a kérdés. Mindenképpen nem annyira nagy a kérdés, illetve ha valami nagy hely, és tudnak ülni egy kicsit távol egymástól, vagy egy szabad helyen, az is a kérdés, hogy milyen lesz az időjárás Pészakkor, mert ha meleg, ilyen kicsit melegebb lesz, akkor lehet a zsinogóga udvarában, az iskola udvarban tartani szédet, és szép, nagyon távol egymástól, szóval ezt egy kicsit meg fogunk tudni, de elvileg nincs probléma a széderrel, mert a szédet ugyanígy lehet otthon tartani. Sőt, a közösségi széderek az akkor lettek, amikor nem volt otthoni széder. Amikor van otthoni széder, ha van valakinek családja vagy baráti társasága, akkor nem kell közösségi széder. Máté, ne tedd fel két kérdést egyszerre, hanem egy kérdést kell egyszerre feltenni, és nem ilyen hosszúak. Nézzük meg, a meghajlás, leborulás ember előtt tiltott-e halachikusan? Igen, a többi vallásos, például Ezra, Nehemia miért hajolt meg József előtt, és leborultak a testvérek. Ön végén Mordechai találkozik Ahasvéroson. Gondolom neki is járt a COVID, a meghajlás, stb. Na. Szabad-e meghajolni, leborulni ember előtt? Miért nem? Ha a célja az, hogy itt egy uralkodóról van szó, és meg kell tisztelni, semmi akadály nincs ennek. A probléma akkor van, ha az ember Istennek tartja magát, akkor semmiképpen nem szabad leborulni. Mindegy, hogy az embernek mi a gondolata, és mi a szándéka, hogy miért borul le. Ezért semmi akadály nincs leborulni egy ember előtt abból a célból, hogy tiszteletet adni neki, annak semmi akadálya nincs. Ha volt egy második kérdés, akkor kérem, írd le ezt külön, de nem olyan hosszú. Volt
volt-e jó oldala Káinnak? Hát, tippelek, hogy a hétfői Zohar óra kapcsán teszel fel a kérdést, és a válasz erre az, hogy minden emberben van jó oldala. Épp tegnap volt egy ilyen Zoom találkozóm, egy ilyen Diller Fellows, ez egy alapítvány, a zsidó neveléssel foglalkozik, és a világ minden tájáról 30 ilyen nevelő vezető, aki alatt több sokan vannak, a világ minden tájáról, és akkor tartottunk egy beszélgetés a Szegedi Csanádféle film kapcsán. És az egyik kérdés az volt, hogy hol a határ, kit lehet elfogadni, ha valaki szeretne visszatérni. Van, hol tudja az ember húzni a vonalat? Erre azt mondtam, hogy nem lehet húzni a vonalat. Minden ember, akit az Isten teremtett, mindenképpen van benne jó oldala. Talán el tudom képzelni olyan embert, akit én nem fogom tudni kezelni, de általában nem szabad húzni egy vonalat, ez az ember, neki már nincs joga megtérni. Olyan nincs. Minden embernek van joga megtérni. A zsidóság azt mondja, hogy az ember igazán a lelke mélyén soha nem vétkezik. A külseje az, ami vétkezik. Olyan, mint azt mondanám, a ruhája piszkos, de a ruhája az nem az ember. Ha valakinek a ruhája borzasztóan piszkos, és zsír, és ez, minden ebéd és minden vacsora látszik rajta, akkor minden tanulmány nélkül leveheti, és egy gyönyörű, szép, tiszta ember lesz ott. A ruhája az embernek az vétkes, az ember maga soha nem igazán rossz. Hanna, kicsit hücpe kérdés. Ha a Tóra megenged valamit, de rabinikus tiltás van rá, mennyire kell komolyan venni a rabinikus tilalmat? Attól függ, a zsidó vallásról beszélünk, vagy más vallásról. A zsidó vallás követi az Isten tanításai. Az Isten azt tanít minket a Mózes 5. könyvében, hogy hallgatni kell a rabbikra. Ezért, ha valaki a zsidóságot követi, akkor nem tud különbséget tenni bibliai parancsolatok között és rabinikus parancsolatok útmutatása között, mert az örökkévaló a Bibliában szólt, hogy figyelni kell a rabbikra, és ez elkerülhetetlen. Azt, amit mondtál, kicsit hücpe kérdés, az az alapelv ebben a kérdezd a rabbit, hogy minden kérdést szabad feltenni. Ezért nem kell félni, és nem kell mentegetni, hogy hú, talán ezt nem lenne szabad feltenni. Ha nem teszed fel a kérdést, akkor nem tudunk tisztázni a fogalmakat. Aliz, Nisan hónapban vigyázik, és megjelenik az első gyümölcs. Virágzik. Jó, és megjelenik az első gyümölcs, fán lévő gyümölcsre áldás mondunk, ha látjuk. Városban ez nagyon nehéz, ritkán fordul elő. Ilyenkor mi a teendő? Igaz, van egy olyan előírás, hogy Nisan hónapban, az 10 nap múlva kezdődik a Nisan hónap, akkor van egy áldás, ami mondunk, akkor mikor virágzik egy gyümölcsfa. A városban nagyon ritka, az túlzás lenne, ritka, de tudni kell, hogy hol van egy gyümölcsfa, vagy valamikor 2-3 utcával arrébb kell menni gyümölcsfát keresni. Állítólag a Kazinci utca és Király utca sarkán, abban a parkban van egy-két gyümölcsfa. Chaim. Ha tegyük fel, Hitler él és be akarna térni, mit lehetne tenni? Tudna vele tanulni? Nagyon jó a kérdés, és pont ő rá gondoltam, amikor azt mondtam, hogy el tudom képzelni, hogy nem minden embert tudnék kezelni. Ami azt jelenti, hogy igaz, hogy minden emberben van valami jó, van a lelke jó, de valamikor annyira el van takarva, hogy tartak tőle, nem fog tudni
odáig nyúlni. De még mindig mondom az, hogy minden emberben van valami, van jó. Csak a kérdés, hogy lehet, hogy olyan sok rossz ragadt rá, hogy most már, hogy van ez a mondás, már nem lehet, jó, már nem lehet kilátni belőle. Nézzük meg. Jó, de hát az a jó, hogy hál' Istennek nincs túl sok Hitler, és ritkán van. De az az alapelv, hogy minden emberben van jó, az nagyon-nagyon fontos. Emlékszem, hogy a Rebbe, a Lubavitcher Rebbe halála után valaki ezt a gondolatot hozta fel, és azt mondta, a Rebbe az egy igazi hívő volt. De nem csak az Istenben hit, hanem az emberben is. Tehát nagyon-nagyon fontos gondolat ez, hogy az Rebbe az emberben is hit. Ő hit benne, hogy minden ember jó. Minden emberben lehet megtalálni a jót. Azt is hit, hogy minden ember képes valamilyen szinten vezető lenni. Minden ember képes más emberekre hatni pozitív és jó dolgokban. Ő igazán hit az emberekben. És ezt meg kell tanulni, el kell sajátítani, hogy hinni más emberről. Ez nem jelenti az, hogy mi nem látjuk a rosszat. Az nem jelenti az, hogy nem látjuk a rosszat. Az egy borzasztó rossz dolog, ha nem veszünk észre valami rossz. Mert a rossz dolgot meg kell büntetni, a rossz dolgot meg kell szüntetni. A Talmud azt mondja, aki sajnálja a vétkes, az kegyetlenül bán az áldozatával. Mi azt jelenti, hogy nem szabad túlzásba vinni, és a vétkest, azt figyelem kell, észre kell venni, hogy valaki vétkes, vagy ilyesmi, de aztán az van, hogy ennek ellenére, ha rendezni szeretne, megtérni akarja, akkor mindenképpen meg kell adni neki a lehetőséget. Hol tart a vasvári felújítása? A vasvári felújítása, hál' Istennek, már kezdődött. Nagyon alapos munka, azt mondom, hogy kicsit ilyen ásatás, archeológiai folyikat, mert keresik, szeretnek, ők keresik, felfedezni akarják az eredeti színek. És ezért ilyen nagyon finoman bizonyos helyeken szedik le a festéket, és akkor előjönnek a régi színek, és ez alapján helyre fognak állítani az eredeti. Közben mi az ima tovább folyik, ugyanabban az udvarban, de ahogy az ember bejönnek a jobb oldali lakásban, nem olyan nagy, mint a zsinagóga, de az ablak, az utcai ablak, illetve az udvari ajtó nyitva van, és akkor itt szép kis húzat van itt ez biztonságban tart minket, és akkor ott tudunk tartani az imát, és remélem, hogy egy gyönyörű szép zsinagógát fogunk megkapni egy pár hónap múlva. Máté, Báruk egyik előadásán a napi tanításban strájmlit hordott. Miért? Mert Púrim van. Púrimkor az ember beöltözi magát valaminek, és elővettem azt a strájmlit, amit hordtam a saját esküvőm, és azt Púrim, ez Púrim este volt. Hanna, a Tóra 52 heti szakaszra van osztva. Mi történik szökő évben? A Tóra 53 szakaszra van osztva, és általában minden évben marad. Azt jelenti, hogy kevésebb szombat van, mint ahány heti szakasz. Miért van kevésebb szombat? Azért, mert mindenképpen minimum két szombat van, amikor nem olvasunk heti szakasz, mert az vagy Peszákra esik, vagy Szukotra, Sátrak ünnepre esik, és így mindenképpen akkor kettővel kevésebb van, illetve
nincs annyi szombat. Minden évben vannak ilyen összevonások, hogy bizonyos szombatokon összevonunk, két heti szakaszt olvasunk fel. Ezért szökő évben nincs ilyen probléma, mert akkor nem vonjuk össze a heti szakaszokat, és akkor így bőven megvan. Máté, mi a vélemény az ortodox rabinőkről? Hát, miért? Nem kell nekem sokkal nagyon messzire menni. Itt van a feleségem, aki az ortodox rabinő, és ő tanítja a nőket, megszervezi őket, az iskolát, és minden nagyon-nagyon jól működik, de tudja, hogy hol van a határa, hogy ő nőket tanít, férfiakat nem. És ez teljesen, teljesen legitim. Aki átlépi a határt, az sok esetben se nem rabbi, se nem ortodox. Chaim, hány ember fér el a kis lakásból le zsinagógában úgy, hogy kellő távolság legyen? Hétközben mindjárt bőven férünk el, de szerintem többen is elférünk. Hétköznapon mindenképpen, mert hétköznapon, aki nagyon akár az udvari ajtónál is áll, például a Szabó Gyuri ott szokott imádkozni, szóval, illetve állni lehet a bent az utcai ablak mellett, szóval ilyen egyelőre nem az a probléma. Százan el fognak jönni, akkor problémás lesz, de közben azt is abban is reménykedem, hogy hamarosan kicsit nyárias lesz, és akkor már kimegyünk az udvarban imádkozni. A Máté, a Tóra miért nem tiltja a nők közötti szexuális kapcsolatot? Gondolom, a Tóra nem tartotta reális dolognak. De mindenképpen a tórai utalások alapján a Talmud kifejti, hogy ez tilos. Ján, ha például népszámláláskor be kell jelölni a nemzetiséget és a vallási hovatartozás, és ilyenkor a zsidóság esetében mit kell bejelölni? Milyen kérdés? Ha zsidók vagyunk, akkor azt jelölünk le. Nem is szabad egy zsidónak tagadni azt, hogy ő zsidó. Van az a midrás, de a midrás azt mondja, hogy amikor Mózes menekült Egyiptomból, és megérkezett Midjánba, csak a Tórában le van írva a Smot könyve elején, hogy Mózes ott segít egy Jitró lányainak, és amikor hazajöttek, és kérdezi az apjuk, a Jitró, hú, miért jöttetek ilyen gyors, azt mondja, mert egyiptomi ember segített nekünk. És erre azt mondja a Midrás, hogy azért, mert Mózes nem tiltakozott, amikor azt úgy minősítették őt, mint egyiptomi ember, ezért ez az egyik oka, miért nem ment be Izraelbe. Ha nem minden körülmények között zsidóként definiálnak téged, akkor maradjál a sivatagban. Szóval ez nem kérdés, hogy ilyenkor be kell érni, a zsidók vagyunk. István, hogyan tudunk megszabadulni egy olyan tártól, amelyen zsidó szimbólum van, ezért nem dobnak a kommunális szemedbe, viszont sem elégetni, sem elásni. Nem tudok ilyen eset például a kiürült élelmiszer csomagoló anyag, amelyen kósasági jelzés van. A kérdés nagyon jó. És egy pár héttel ezelőtt, körülbelül 4-5 héttel ezelőtt vissza lehet keresni itt a Facebookon, volt előadás ebben a témában, mit kell eltemetni, mit nem szabad eldobni, és mit szabad. A csomagoló papíromban kósasági jelzés van, abban semmiféle szentség nincs, mert oda van írva a rabinak a neve, vagy a Beidin, a bíróságnak a neve, és az az írva, kóser, kóser húsos, kóser teljes, kóser páros, párve, ebben semmiféle szentség nincs. Ha oda lenne írva egy törvény,
egy szobály. Oda lenne ilyen egy bibliai idézet, a Talmud idézet, akkor már nem szabad eldobni, és ilyen, nem szabad eldobni, ilyenkor el kell hozni a zsinagógában, és a zsinagógában van egy zsák, ahol a Sajmes, vagy ahogy András barátunk nevezi szent szemét, tesszük bele, és időről időre elvisszük a temetőbe, temetésre. Chaim, mi is igazából az ómer számlalás, és olyankor mit kell, illetve mit tilos? Egy kicsit, Chaim, egy kicsit előre haladtál, az ómer számlalás az Pesach második napján lesz, ami azt jelenti, hogy szombat estétől 3 hetet számítva, akkor kezdődik a Pesach. 21 vagy 22 nap múlva, akkor 23 nap múlva kezdünk ómert számolni. Erről majd részletesen majd fogunk még beszélni. A lényeg az, hogy két külön dolog van. Először van a bibliai előírás, hogy számolni kell a napok Pesach és Sávuot között, azt szerint az egyiptomi kivonulás és a tóraadás között, ez egy bizonyos felkészülés, hogy azután a szabad emberek lettünk, mire használjunk a szabadságunkat, arra használjuk a szabadságunkat, felkészülünk a tóraadásra. Erre eszembe jutott, valaki írt egy cikket egy magyarul, hogy Izraelben nincs vallásszabadság, mert nincs reformrabinátus. Vagyis hiányzik a vallásszabadság arra, hogy nincs reform. Ha nincs reform, az nem vallásszabadság kérdés. A vallásszabadság kérdés az inkább az, hogy az ember tudna jobban gyakorolni, vagy nem tud jobban gyakorolni a vallását. Mindenképpen ez a micva. Ez független ettől, sok évvel később ebben az időben volt egy járvány, és kicsit ismerünk ezt a szót, és 24 ezer tanítvány Rabbi Akivának meghalt ezekben a napokban, ezért gyásznapok. Ezek nincs házasság, és nincs élő zene. Ez két külön dolog. De hát mondod, pár hét múlva aktuális lesz. Amelita. Lát-e arra reális esélyt, hogy a zsidó egyházak egy egységbe legyenek egykor? Nem értem pontosan, mi a kérdés, mert meg vagyok győződve, hogy a zsidó vallást követni kell úgy, hogy az előírások szólnak. Ezért abban a szempontból egység, hogy mit jelent egység, hogy olyanok legyenek része a mi közösségünk, akik képviselik egy más véleményt, hogy nem kell a zsidóságot úgy képviselni, hogy elő van írva az Isten által, ez egy kicsit furcsa. Most tisztázunk. Minden zsidó, aki zsidó anyának a gyereke, az zsidó, az nem kérdés. Teljesen mindegy, hogy miben hisz, vagy nem hisz. Tartja az előírásokat, vagy nem tartja, a zsidó. Nem minden vallási, vagy nem vallási elképzelés helyes. És ezt szerintem ezt követni kell, nekünk ragaszkodni kell az alapelvekhez, és próbálni kell tanítani az embereket, bemutatni, milyen szép a zsidóság. Ez amit, a mi feladatunk. Judit, honnan tudta a zsidó nép, ki a hamis proféta? No, erre elő kell venni Mózes 5. könyvet, Dvarim könyvet, és ott van egy előírás. A Tóra elmondja, hogy jön egy proféta, és bemutatkozik, mint proféta, akinek az örökkévaló személyesen rajta keresztül szólt, egy üzenete van a zsidó népnek. Erre azt mondjuk, várjál, várjál, mert először ellenőrizni kell, hogy tényleg proféta vagy-e. Hogy lehet ellenőrizni a profétát? Azt mondjuk, mondva olyas valamit holnapról, vagy jövő hétről, ami nem valószínű,
és természet fölötti, és ha bekövetkezik, akkor lát tudjunk, hogy tényleg Istentől jött-e. Érdekes, hogy Maimonides mond, például ha nyár van, és azt mondja, hogy holnap esni fog az eső. Ez Izraelben igaz. Izraelben a nyári időszakban még akkor is, ha felhős vagy nagyon felhős, eső nincs. Ha ott lenne eső nyáron, az isteni jel. Mondja a Talmud tovább, elképzelhető, hogy kértünk tőle egy jellet és mondat, és úgy döntünk, hogy hát ez nem megy egyértelmű. Van itt van esélye, hogy véletlenül következett be, vagy ilyesmi, szabad kérni még egy jellet. Csak erre az van írva, nem szabad túl sok jellet kérni. Kis hitőek nem szabad lenni, szabad objektívan felmérni a helyzetet, és látni, hogy tényleg meggyőző, vagy nem. Ezzel lehet tudni, hogy igaz proféta. Ha ő pedig azt mondja, nyáron, Izraelben, holnap esni fog az eső, és nem esik az eső, akkor tudunk, hogy hamis proféta, és el kell ítélni, mint hamis proféta. De a Talmud még egy dolgot mond, ha Mózes bemutatja Józsuát, a tanítványát, akkor Józsuának nem kell bemutatkozni egy csodával, vagy ilyesmi, mert Mózes már bebizonyította magát, és ő elmondja, hogy Józsua az egy igaz proféta, akkor már tudunk biztosan, hogy egy igaz proféta. Aliz. Púrim után mikor lehet elkezdeni pesachi előkészülést? Most pandémia miatt nehezebb lesz, mint közösségben. Szédre estére lesz a lehetőséget felkészülési segítség. Elárulom a titkot. Már két héttel ezelőtt is lehetett felkészülni pesachra. Nincsenek ilyen előírások, mikortól lehet felkészülni pesachra. Bármikor amennyi idő kell. Például az anyukám, aki mindig télen leköltözik Floridába, mert ott meleg és kényelmes, és csak Púrim előző napokban jön haza, akkor Hanuka előtt novemberben kitakarítja a lakását, előkészíti pészákra, úgy a december középen, amikor utazik Floridában, akkor az lakása az már Pesachra kész, december középen, amikor ő hazajön februárban valamikor, az egy hónappal Pesach előtt, akkor neki nem kell takarítani Pesachra. Szóval nincs ilyen határod menni, mikor. Isten segítségével Pesach előtt, hogy csinálunk itt a vasárnapi órán, egy demo szédert, átbeszélünk az egész szédert és mindent, szóval ezt fel fogunk tudni készülni erre is. Chaim, Eszter nem mondta el, hogy zsidó. Ez rendben van? Nagyon jó kérdés. Nem csak, hogy nem mondta el, Mordechai mondta neki, hogy nem mondja el. Azt jelenti, hogy rabinikus pecséten nem mondta el. Én egy pár évvel ezelőtt, amikor négy számlalás volt, akkor nagyon alaposan megvizsgáltam ezt a témát, és az egyik rabbi pont innen vezeti le azt, hogy ha valakit megkérdeznek, zsidó vagy, akkor el tudja terelni a beszélgetést, hogy hú, olyan hideg volt, amikor jöttem, és tud, tegnap azt olvastam, hogy Koreában ez is ez történt. Mi azt jelenti, nem válaszolni szabad, de azt mondani, nem vagyok zsidó, vagy azt mondani, más vallású vagyok, azt nem szabad. De nem válaszolni a kérdésre, és más témába belekezdeni, például azt szabad. Anikó. Most, hogy a kis házban lesz a szombat fogadás és a szombati ima is, nők beférnek-e oda, mehetnek-e? A nők beleférnek, mert az első szoba lesz a női rész, és a második szoba lesz a férfi rész. Ahogy mondtam, az első szobának van ajtója az udvarban, ami szépen tudja szeleztetni magát. A második szobában van két ablak az utcára, megint az szépen jön be. A friss levegő, cserélődik a levegő, és ezért biztonságos. Tovább.
Amelita, hogy a különböző zsidó egyházak el megegyeznek egymással egy egyházban. Nem értem, mi az egyház az egy ez állami bírósági ügybe van jegyezve, nem értem, mi a hangsúly egyházra. Vannak közösségek, most ha az a kérdés, hogy bárki jöhet el a Vasvári Pál utcában imádkozni, a válasz minden zsidó jöhet el. A kérdés, hogy minden zsidó szabad neki eljönnie erre az órára hallgatni, igen. Minden zsidónak fel tud tenni kérdéseket, hazám, igen. Most az, hogy elnök vagy alelnök, az teljesen mindegy. A közösségünkben mi követjük a tórai előírásokat, a Shulchan Aruchot. Aki szeretne hazánk csatlakozni, Baruch Habá, Isten hozott, semmi akadály nincsenek. Vannak olyan, akik másképpen képzelik el. Ha másképpen képzelik el, akkor azt mondanak, húha, nekünk máshova kell menni, vagy be lehet zárni a zsinagógákban és Zoom-ban találkozni. Andris, hiányoltunk. Ahasvéros használta a 8 ruha, amit a Kohen Gadol, a főpap használta a szentében. Kapott-e valami büntetés? Ez nekem új információ, gondolom, hogy ezt olvasta valamelyik midrásban, hogy a főpapnak a ruháját is használta, amit a Rashi idéz az Eszter könyvében, hogy ő használta a szentélynek a kelékei és mindenféle a dolgok, amit hoztak a szentélyből. Ő kapott büntetést, sehol nincs írva, hogy emiatt ő kapott büntetést. Egyesek szerint, amikor az van írva, hogy a zsidók megérdemeltek volna az elpusztulást azért, mert élveztek a királyi lakomát, egyesek azt mondanak, mert azon a lakomán használtak a szentélyi edényeket, és ez nem volt helyes. De Ahasvérus, mint nem zsidó, neki nem is tilos használni ezeket az edényeket, gondolom én. Hány bőt van egy évben, és melyek azok? No, most most egyszer azt hiszem, hogy én nem fogom felsorolni a bőteket, akkor ez neked lesz házi feladat. És ha nem sikerül megtudni az összes, akkor én javítok. Csak annyit fogok mondani szám szerint. A nagy ünnepekkor van 2, télen van 1, aztán Purim és Pesach táján megint 2, nyáron megint 2. Összesen 7 bőjt nap van. Ha sikerül ezeket azonosítani, akkor tapsolunk neked. Ha nem sikerül, akkor majd jövő héten kiegészítem. 7 bőjt nap egy évben. Ezek közül 2 olyan, ami estétől estig tart, és 5 olyan, ami csak reggeltől estig tart. Attila, Dávid király népszámlálása miért volt bűn Isten előtt, mert embereket nem szabad számolni, és ő pedig számolta az embereket. A Mózes 5 könyvében, például a Smot könyvében azt olvasunk, de népszámlás úgy volt, hogy mindenki adott egy fél sekelt, és megszámoltak a fél sekeleket. Az rendben van, mert embereket nem szabad számolni. Ján, gondolom, az ortodox, neolog, reform, státuszkó, stb. Egyesülésre gondol a kérdező, tehát, hogy csak egy közösség lenne. Mondom, ennek semmi akadály, mondtam, a harmadszor fogom mondani, semmi akadály nincs, hogy mindenki jöjjön el imádkozni a Vasvári Pál utcában, de ehhez az kell, hogy az embernek tudnia kell, eljön a zsinagógában, akkor ő be kell tartani az előírt rendet, ami bibliai, talmudi, sulchanárochi szokások, ezt követni kell, kipába kell járni, stb. Mindenki jöhet el. Az összes magyar zsidó jöhet el, ennek semmi akadálya nincs. De arra kérdezni, hogy,
hogy én képes vagyok egyetérteni reform törökvésekkel, nem vagyok képesek. Nem vagyok képes ezekkel egyetérteni. Andris, nem volt világos nekem, ha a megilla, a tekercs nem mükce, miért nem szabad cipelni, ha van érv. Például Jeruzsálemben. És ha mükce, miért csak Susán Púrim, és nem egész évben. Akkor elmondom, több vélemény van a témában. Egy, van egy tilalom, hogy szombaton nem szabad készülni hétköznapra. Ami azt például, mondd egy szombati előírás, az mindenképpen fontos. Szombat ebédben ebédelünk, 12-kor vagy 1 órakor leülünk, filterfish, hal, sólet, mindenféleket, a tányérakat kiviszünk. Szabad-e elmosni, leöblíteni őket? Péntek este szabad, szombat délután már nem szabad. Péntek este azért szabad, mert milyen célból leöblítem és tisztára mosom, azért, hogy szombat délben tudjam őket használni. Szombat délután milyen célból mosom őket el, azért, hogy nem maradjam vasárnapra, mert vasárnap más programom van, akkor nem szabad. Mi van akkor, mondjuk, egy nyár van, és mondjuk délután 2-kor, 3-kor fejeztünk be, de 5-kor jönnek vendégek, és szükség lesz a tányérakra. Semmi akadály, szabad elmosni. Mert 3-kor szabad elmosni, mert szombaton fogom használni 5 órakor. De ha nem fogom használni szombaton, akkor már nem szabad elmosni a tányért. Tehát példa arra, hogy nem szabad szombaton készülni hétköznapra, de szombaton szombatra az szabad. Ugyanígy Jeruzsálemben van éruv, nem szabad elvinni a megillet, az Eszter tekercs a zsinagógában, azért a szombat este tudjunk olvasni benne. Nem szabad, mert ezzel előkészítettem az Eszter könyvet szombaton hétköznapra. Vannak vélemények, ami azt mondanak, nem csak, hogy nem szabad vinni, még a lakáson belül nem szabad arrébb tenni, mert mukce. Miért mukce? Mukce azt jelenti, az a tárgy, ami szombaton nem szabad megérinteni. Mivel a bölcsek azt mondtak, hogy szombaton nincs megilla olvasás, nem olvasunk fel az Eszter könyvet, és ha nem tudjuk ezt használni szombaton, akkor ez mukce nekünk. De a legtöbb vélemény azt mondja, hogy nem lehet felolvasni micvaként, előírásként, de szabad bele kicsit nézni, olvasni, és ezért a legtöbb vélemény azt mondja, hogy nem mukce. Judit, tudunk-e valamit arról, hogy Ádámnak és Évának milyen volt a kapcsolata a gyerekeikkel? Káinnel és Ábellel. Hát, mit tudok erre mondani? Nem jut eszembe semmi olyasmit, hogy milyen volt a kapcsolatuk. Nem. Csak eszembe jut egy mondás, egy ilyen szép mondás. Azt szoktak mondani, miért látjuk azt, hogy a szülők minden áron mindent áldoznak a gyerekekért, és a gyerekek nem minden esetben áldoznak mindent a szülőért. Valamikor azt mondja, meg kell érteni, most nem érek rá, meg kell érteni is, és akkor most nem tudok. Erre azt szoktak mondani, mert mindenki Ádám és Évától származik. Ádám és Éva áldoztak a gyerekeikért, de nem áldoztak szülőkért, mert nekik nem volt szülő. Ezért a minden nemzedék megkapta az, hogy a szülő elkötelezettsége a gyerekek irányt, az erősebb, mint a gyerekeknek az elkötelezettsége a szülők irányt. De így nem jut eszembe semmiféle midrása, vagy ilyesmi, hogy milyen volt a kapcsolatok. Ha találok ilyesmit, akkor majd félreteszem. Káin, mondtad, minden zsidó jöhet ide kérdezni és a vasváriba imádkozni. Mi a helyzet a nem zsidókkal? A kis lakás zsinagógában a vírus idején kicsi a hely. Mi van, ha ilyenkor jönnek nem zsidók is?
olyan lattas, erre teljesen igazad van, olyan lattas, hogy a vírus idejében nem zsidók ne jöjjenek, mert kicsi a hely. Ez teljesen értető. Azt mondta, aki kíváncsiságból szeretne látni a zsinagógát, várja meg a pandémiát. A pandémia végét, vagy amikor már mindenki be lesz oltva, és akkor már nem lesz veszélyes, de addigra már simán visszamegyünk a nagy zsinagógába. Chaim, ha minden jól, amit Istentől jön, és mindentől jön, akkor miért kell böjteni? Miért vagyunk szomorúak? Kicsit olyan, mint ha azt mondanak, hogy valami bizony rossz volt. A bőt az nem a szomorúságnak a jele, hanem egy bőt kivételeivel a bőt az a megtérésnek a jele. Rosszul mondtam. Van egy bőt, amit bőtölök a szentély lerombolását, amiben van egy gyász oldala, és ott sajnálunk, ami történt. Az is van benne. De elsősorban a bőtnek a lényege a megtérés. Hogy kapcsolódnak a kettőt? Ha az ember nem eszik, nem iszik, egy kicsit hiányos, akkor jobban tud koncentrálni a spirituálisra. Amikor eszik, iszik, és finomakat is jól érzi magad, de ilyesmi, sokszor az ember nem képes egy kicsit felemelkedni, egy kicsit is a spirituális helyzetét a zsidóságra koncentrálni. Ezért a bőt az elsősorban az a megtérésnek a jele. Egy kivételevel az Eszter bőtje, amit örömmel emlékszünk rá, hogy annó megvolt ez a 3 napos bőt, és amielőtt Eszter elment az Ahasvéröshoz, és jó, sikerült az egész akció, és a zsidó nép túlélte. Ez a bőtek. Most természetesen a bőtekről beszélünk, akkor van nyári bőt és téli bőt. Amikor a bőt 24 órás bőt, akkor teljesen mindegy, hogy nyár vagy tél, egyébként mind a kettő nem télen van. De a reggeltől estig tartó bőt, az nem mindegy, hogy télen sokkal rövidebb, mint nyáron. Télen lehet, hogy a bőt az 6-tól 5-ig, nyáron az reggel 4-től este 9-ig. Szóval nem mindegy, hogy milyen hosszú. Káim, előfordult, hogy egy Kohen Gadol, egy főpap meghalt, vagy rosszul lett, és a lábára kötött zsinórral kellett kihúzni. Ez arról van szó, hogy Jom Kippurkor, engeszteles napján, amikor egyszered évben a főpap bemegy a szentek szentében, voltak olyan főpapok, akik nem voltak méltóak a feladatra. És voltak 8 helyben, meghaltak, és már lehetett számítani rá, vagy legalább tartottak tőle, és ezért rákötöttek egy kötelet a lábukra, hogy ne legyen szükség bemenni a szentek szentébe, mert elvileg oda nem szabad bemenni senkinek fölöslegesen. Igen, ez egy ilyen érdekes. Ez nem mindig volt, nem lehet tudni, hányszor volt, de volt. Máté, Dávid Lau nem rég bőtöt hirdetett COVID miatt, ugyanerre, ahogy beszéltünk, hogy a bőt az egy megtérés, akkor az az egyik fontos dolog, a másik fontos dolog, akkor ilyenkor jobban tudunk imádkozni, és akkor remélünk, hogy ha megtérünk, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy az Isten már végre küldjen el ezt a pandémiát, fejezze be ezt a pandémiát. De nem mindenki értett egyet maga a bőt kihirdetésével, mert van egy olyan vélemény a Sulchan Aruchnak van idézve, hogy pandémia idejében, járvány idejében nem jó a bőt, mert a bőt gyengíti az ember szervezetet. És járvány idejében nem jó, hogy
gyengüljön az ember szervezete. Judit, az ómer, az a búza ocsúja miért pont azt számolják? Az ómer az egy mértékegység. Az az ómer. Egy ómerni mennyiséget kellett bemutatni Pesach első napján, nem? Pesach második napján kellett bemutatni ezt a szentében, és a Tóra azt mondja, ugyanakkor, amikor bemutatott az ómert, ugyanattól kell számolni a napokat. Ezért lett az ómer számlás, valójában nem az ómert számolunk, hanem amikor az ómer mennyiséget bemutatunk az oltáron, akkor kezdünk számolni, pontosabban előző éjszakát. Chaim, miért fontos, hogy a Kohen Gadol nős legyen, amikor bemegy a szentek szentébe? Mi van, ha éppen aznap, hogy akkor, amikor már bent van a pap, hal meg az asszonya? A Tóraban az van benne, hogy a főpap Jom Kippur kor engedelmes napján végezzen a szentély feladatát, a szentély szolgálatát, és nyerjen bűnbocsánat a saját magáért, a családja, de elsősorban felesége ért, és a egész zsidó népért. Erre azt mondja a Talmud, hogy ha hiányzik a felesége, akkor nem tudja teljesíteni ezt a feladatot. Erre azt mondja a Talmud, hogy mivel Jom Kippurkor a főpapnak kell, hogy végezzen a szentély szolgálatot, és ez nagyon fontos, ezért mindig Jom Kippur előtt kijelöltünk egy főpap helyettes, hogy ha kell, akkor rögtön helyébe lép, és tudja folytatni a munkát. Erre azt mondja a Talmud, ez az első része a Jom Kippuri Joma traktátusban, ugyanúgy szoktak kijelölni, nagyon érdekes, egy feleség pótló. De a felesége meghal, akkor rögtön lesz neki felesége, új felesége. Erre azt mondták neki a bölcsek, olyan nincs. Mert ha nem csak a főpapot féltünk, hanem már a feleséget is, és mi van akkor a feleségnek a pótlót is meg fog halni. Az van, hogy a főpapnak egy helyetteset jelöljünk ki, de senki másnak már nem jelölünk ki helyettest. Azt hiszem, hogy Jom Kippurkor beszélt az egyik napi tanításban, volt egy tanítás pont erről, miért olyan fontos, hogy legyen felesége, de hát most nem Jom Kippur készül, és akkor, aki nagyon kíváncsi rá, nézem vissza azokat a napi tanítások közül, és meg fogja találni. István, minden héten később kezdődik a sabbat. Hogyan tudunk majd néhány hét múlva betartani az este 8 óra utáni kijárási tilalmat? Én erre már sokat gondoltam. Én nagyon remélem, hogy addigra már nem lesz kijárási tilalom. A héten nagyon fontos, hogy felmerült ez a téma. A héten nem 5-kor kezdődik az ima, hanem 17:30-kor. Ami azt jelenti, a tanulás nem 4-kor, hanem 17:30-tól 17:30-ig, és az ima pedig 17:30. Szerintem a 17:30 az még simán belefér a 8 órai kijárási tilalomba. Ha már át kellene menni este 6-ra, akkor már kicsit problémás kezd lenni, de majd egyelőre a 17:30 az még simán belefér. Krisztina, akkor Rabbi, akkor nem minden főpap lábára kötöttek zsinort Jom Kippurkor? Nem, szerintem nem minden főpap lábára, csak akkor, amikor a főpap nem volt annyira méltó, mert a Talmud azt mondja a második szentély idejében, a második jeruzsálemi szentély idejében, akkor volt egy korrupció, de a rómaiak már uralkodtak Izraelbe, és akkor ilyen gazdag kohennak pénzzel elértek azt, hogy a római uralkodó nevében, aki ott felelős, szóljon a szentélyben, hogy idén szeretne őt is öt főpapnak.
Ez egy korrupció volt. Ebben az esetben, mivel nem volt méltó, csak pénzet sikerült megszerezni ezt, akkor tartottak attól, hogy talán nem fogja túlélni. És ez az érdekes, hogy ennek ellenére, hogy tudtak, hogy lehet, hogy meg fognak halni a helyben, mégis érdemes volt nekik pénzt áldozni érte, mert ez egy olyan különleges dolog, hogy tudjanak a szentek szentébe belépni. Chaim, ha meghal egy zsidó, mikor és hogyan lehet beköltözni a lakásába? Mennyi idő után mit és hogyan kell takarítani, kidobni, ki lakhat ott? A siva után, a 7 napos gyász után már lehet pakolni, csomagolni, kivinni. Van az a szokás, hogy a siva alatt a gyász az első 7 nap alatt, gyásznapok, ott nem viszünk még semmi holmit, nem viszünk el a lakásból. Nisan hónapban szabad-e bőtölni? Inkább nem, de hát van egy bőt Nisan hónapban, a Pesszach előtti napon az első születek bőtjét, amit szoktunk kiváltani egy talmudi szium ünnepség befejezés, talmudi traktátus befejezési szium ünnepséggel. Chaim, Púrimkor 2 embernek kell étel ajándékot adni, küldeni, nem? Egy embernek 2 étel ajándékot. Mennyit szokás kapni? Mi van, ha valaki senkitől sem, vagy mondjuk egy embertől kapott? Ez méri, hogy ki mennyire fontos, népszerű mások számára? Kapni nem szokás, adni a szokás. Senki nem koncentrál arra, hogy kaptam-e, és kitől kaptam, stb. A pandémia alatt ez még nehézebb. Nagyon sokszor van az, hogy a zsinagógában, a reggeli ma után már adnak egymásnak salachmonasz. Ennek nincs. Az, hogy ki mennyit kapott, ennek nincs, arra nem teszünk hangsúlyt, arra teszünk, hogy egy valakinek kötelező adni, de szoktunk többet is adni. Judit, mi volt pontosan a szentélyben belül, amitől féltek? A szentétől nem értem, miről van szó. Gondolom, hogy talán a főpapnak a halála. A szentek szentély az volt az a hely, ami az Istennek a szobája, oda került bele a fridláda, és benne a kőtábla, oda senkinek egész évben nem szabad bemennie, csak egyszer egy évben a főpap Jom Kippur napján. Ha nem volt méltó erre, akkor volt, hogy amikor ott helyben halt meg, volt, amikor túlélte, de egy éven belül halt meg. És ettől, gondolom, erre gondolsz, hogy ettől tartottak, és féltek, hogy a meghal, az kellemetlen. Itt Jom Kippurkor kell egy élő főpap, aki végzi a szentély szolgálatot. Chaim, aki most érkezik Amerikából, mikor mehet közösségbe, milyen feltételekkel? Húha, én nem vagyok ANTS, de elvileg kell, hogy legyen egy karantén, de azt ki lehet váltani negatív teszttel, szóval itt vannak mindenféle lehetőségek, és valamikor nem kapják meg, mert nem mindenkinek, valamiért nem mindenkinek mondják a karantént. Máté, régen a halál után 1 évvel állítottak sírkövet, mostanában sokkal hamarabb. Miért? Ez nem régen és ma-nak a kérdése, hanem különböző szokások vannak. A Kabbala szerint
nyolcadik napon fel kell állítani a sírkövet. Nem az első hét napon, de ne várjunk ennél többet, a nyolcadik napon. Tehát nem amikor a sivanak vége van, mert a sivanak vége van a hetedik napon, hanem a nyolcadik napon szoktak állítani. Másik szokás, hogy a slajsim, a gyásznak a 30. napján állítanak sírkövet, és a harmadik szokás, hogy egy év után. Ez a három szokás is, mindenki követi azt a szokást, amit követ. Máté, özvegységnél régebben hosszabb ideig nem nősültek újra. Ez is mostanában sokkal hamarabb van. Miért? Hoppá! Amit halachikusan tudom, hogy az özvegy a feleségnek, nőnek nem szabad házasodni a férje halála után 92 nappal. Ugyanúgy válás után is kell várni 92 napot. Ezután már szabad újra házasodni. Általában egy halál eset után az ember nem siet újra házasodni, de van, amikor igen, fiatal ember maradt a kisgyerekek otthon, akkor szeretne, hogy minél előbb újra legyen egy háztartás, a gyerekeknek legyen egy anyukájuk, vagy apjuk, vagy ilyesmi. Azok minden, azok a körülmények sok mindent tudnak előteremteni. De előírás az csak az van, hogy a nő meg nem szabad házasodni, csak 92 nappal a előző házasság befejezése. Háim, másként kérdezem. Te kit engedsz be a zsinagógán? Például, aki most jött külföldről, mit kérdezel tőle? Ha valaki jön külföldről, megkérdezem tőle, volt-e Covidja, vagy nem. Ha volt Covidja, bejön a zsinagóga, nyitva vannak az ablakok és az ajtók, stb. Maszkkal jár, stb. Akkor nem kell félni. Ha pedig nem volt Covidja, akkor azt mondom, menjen imádkozni máshova, és ez teljesen mindegy, hogy most az állam elnézte neki a karantént, vagy nem. Illetve, ha azt mondja, hogy most volt nekem egy tesztem, akkor az megint segít. Azt kell tudni, hogy én a Covid-ot komolyan vettem már egy évvel ezelőtt is, és mert sok embert ismerem, aki egy évvel ezelőtt komolyan vette, és most már nem. Vannak fordítva. Egy évvel ezelőtt még nem vettek komolyan, de most egy pár hete vagy egy pár hónap kezdtek ezt komolyan venni. Én igyekszem lépést tartani, ezt szerint én komolyan vettem, most is komolyan veszem, de figyelembe veszem a különböző orvosi újabb kutatásokat, és ha kérdésem van, meg szoktam kérdezni a professzort, a falus professzort. No, még egy utolsó kérdés belefér. Miért 92 nap? Furcsa szám, mit jelent a 92 nap? 90 nap az, hogy egy fiatalabb nő esetében, hogyha terhes, már 90 nap, akkor már látszani fog, hogy terhes. A 92 nap azért, hogy teljes 90 nap, nem a halálnapja és nem a házasság napja. Ezért 92, a haláltól kezdve 92 nap múlva lehet házasodni, illetve válás esetében is. A 90 nap, 3 hónap, erről van szó. Ha maradtak más kérdések, akkor kérem, írjátok meg ezt a jövő héten. Mindenkinek köszönöm, velünk tartott, nagyon élvezte a mai beszélgetést is. Holnap este pedig az aranyborjú kapcsán, ami a heti szakaszban van, azt a kérdést fogunk tárgyalni, hogy ki hibázott itt, a nép, vagy a jó Isten. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!